tudják, hogy ide a választókerületben mennyi pénz érkezett? Több mint 18 milliárd forint. Ebből új szilvásra meg tudják, hogy mennyi érkezett? 2,3 milliárd forint. Ez mind itt van beépítve a településen. Megújult az iskola, elkészült a kerékpárút, a szennyvíz, megkultiváció megtörtént, tanúsvény, faruház, óvoda is, nagyon sokáig sorolhatnánk a 2,3 milliárdot, amire a végére érünk. Én azt hiszem, hogy erre nem kell, ezt nem kell szégyelnünk el, igenis, hogy büszkének kell lennünk. Önöknek is büszkének kell lenni, hogy így fejlődik a település. Jó abban, amit csinál, nem teljesen mindegy, hogy melyik oldalhoz tartozik, nem mindegy a politikai ideológiája, jó abban, ha egy jó szakember, mert szerintem teljesen mindegy. Ezért kellene változni, változtatni a dolgokon. De nem csak a politikának, hanem a politikusoknak is változni kell. Hiszen tennivaló van még előttünk bőven, ha csak az önök települését nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy rengeteg feladat áll még előttünk. Folytatni kell a beruházásokat és új projekteket kell elindítani. A napkollektoros, közel 400 milliós pályázat, ami belekújtva. Úgy gondolom, hogy igenis helye volna itt ennek a településen. A rendszerváltás idején volt 10 millió sertés, ma van 4 millió. Ez a 6 millió sertés kiesés egzisztenciát adott embereknek. De ugyanígy elmondható a húsipar, a cementipar, stb. Ma gyakorlatilag Magyarországon nem folyik termelés. 12 cukorgyáró termelés. Köszönöm szépen! Mind a kettőre megpróbálok rávenni, a cukorgyára is, meg a sertésekre is. Valóban szerintem is az egyik legnagyobb politikai tévedés volt, rögtön az első kormány részéről, amikor azt mondta, hogy az orosz piacokkal megszüntetjük a kapcsolatot. Ki volt az, aki felvásárolta a magyar konzervet, legyen az bármilyen jó vagy bármilyen rossz? Az orosz piac. Ki volt az, aki megvette a szabolcsi almát? Az orosz piac. Erre mi volt a válasz rendszerváltás után? Az oroszoktól nem kérünk semmit. Hova adtuk el az Ikarusz buszokat? Az orosz piacra. Ki volt az, aki amikor visszahívtuk az orosz piacra az Ikaruszainkat, mert pillanatnyilag nem tudtak fizetni, másnap megjelent a saját buszaival? Mercedes. Nekik jó volt. És még egy kérdés. Ki az, aki most a világ földgázkészletének durván 45-50%-át birtokolja? Az orosz piac. Milyen jó lenne, ha még mindig tudnánk velük kereskedni Ikarusszal, almával, sertéssel? Erről lehet beszélni, hogy ezt kiszúrták. Ki volt az, aki azt mondta, hogy nem kérünk az orosz piacból, és ki volt az, aki egy fél éve meg kiment és Putyinnal együtt fotózkodott? Azért vannak olyan települések, például, ha már itt vagyunk, akkor Újszilvás, ahol úgy gondolkodik a polgármester, hogy vannak olyan dolgok, amiket fejleszteni kell. Villamos energiatermelés, fotovoltaikus rendszert kell kiépíteni, ami a település villamos fogyasztásának nagy részét el tudja látni. Hogyan? A napenergiájából. Ezzel már is spóroltunk a településnek és az egész magyar fogyasztói társadalomnak. Nem azért nem viszik ki külterület a csatornát, mert hogy ott úgyis elissza a föld, hanem mert hogyha végig gondoljuk közgazdasági értelemben, lehet, hogy a tanya a tisztítótól 3 kilométerre van. De fizetni kell érte. Nem egy KPM 20-as csövet kell lefektetni, hanem egy főnyomó vezetéket, aminek métere 100 000, nem tudom. De nem ez a pénz, hanem a működtetése. Csak az építést nézzük végig. Tehát több millió forint, akár milliárdos tétel lehet, amire kiépítik. Ezzel szemben van egy másik megoldás. Mikebuda például erre fog most pályázni. A biológiai tisztítót építenek minden udvarban. Ez a biológiai tisztító, van egy akna, leteznek egy kis tisztítót, és mindenki saját magának tisztítja a saját szennyezőt. Utána pedig kilocsolja és mehet. Ez a jövő. Sikerült elérnünk, tavaly év végén, megjegyzem, a baloldali kormánynak sikerült elérni, hogy erre is lehet most már az uniótól támogatást kapni, mert sajnos az unió megmondja, hogy mire ad és mire nem. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jól tudjon működni egy parlamenti demokrácia, egy parlamenti rendszer, kell kormányzóerő és az ellenzék. És valahogy kompromisszumokat kellene kötni, erről kellene, hogy szóljon az egész. Én azt nem tudom, hogy mennyire tekinthető kompromisszumnak, az egyik oldalról felszólal a miniszterelnök, a másik oldal kivonul a parlamentből. Nem tudom, hogy az mennyire tekinthető demokráciának, hogy az egyik oldalhoz legjobb tudása szerint az akkori pillanatnyi információk alapján egy döntést, egy törvényt, előkészít egy törvényt, majd utána a másik oldal utcai tüntetés szervez erre. Én azt gondolom, hogy nem az utcán kell elmondani a gondolataikat adott törvényről, hanem bent a parlamentben, hiszen úgymond ezért küldték oda a választók őket, hogy ott vitassák meg, ott vitatkozzanak a törvényekről. Nem az utcán kellene szerintem, és ez vezetette oda, hogy már megosztott a társadalom. Én azt látom, hogy van egy árok,
És a két oldaláról kiabálnak át, hogy te kezdted. Nem, te kezdted. Szerintem be kellene temetni az árkot, középen kezet fogni, és megbeszélni, hogy most merre fogunk együtt indulni. Mert nincs két Magyarország, nincs jobb és baloldali Magyarország, mindannyian magyarok vagyunk.